Sziasztok, sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek. Na, koncentráljatok, elhoztam nektek ezt a gyönyörű, szép tarókártyáimat, és most egy kirakás készítünk. Koncentráljatok, mi vár rátok, és én fogok napi szinten tényleg nektek még kártyát kirakni. Most hagyjuk, hogy így kihújjanak, amit tudnotok kell. No, erre a hétre nagyon jók az energiák, mint ahogy látjátok, 20-ától 27-éig, hát itt a teli hold hete is lesz. Én úgy látom, hogy beteljesülés a 10 érmékkel, hát ez nagyon klassz. Ez egy nagyon klassz dolog, úgy látom. Nagyon klassz, hogy elindul végre valami, elindul itt végre valami, változás. Hát kezdjük. Ez a hét, na most ezt itt hagyjuk, hogy játszik egy szerepet. Szóval ez a hét arról szól, hogy valaki lelépett tényleg az életedből. Az lehet, hogy azt mutatja tényleg, hogy a te lélektársad hátat fordított itt neked, és most nincsen kapcsolatotok. Lehet, hogy most már kicsit lenyugodott ez a helyzet, vagy ilyen nyugodtabb a helyzet. Az lehet, hogy te is lehet elengeded eztet, és vagy pedig ő is nem akar első beszélni erről a héten, de lesz valami változás, méghozzá az energiák behozzák, hogy ő hátat fordít most valaminek, és ami pozitív irányba fog alakulni, ha bár még nagyon gyerekcipőbe mondjuk az új kezdet, de én azt látom, hogy van sok itt ötlete, és én úgy látom, hogy valami nagyon-nagyon elindul, ha bár ő még most nagyon lent érzi magát teljesen a földön, és küzd magával, úgy érzi magát, hogy teljesen kimerülve érzi magát, és küzd önmagával, mert most úgy gondolja, hogy ez önmagával konkurál, hogy is tudja ezt megoldani. Szerintem ez egy nagyon nagy szerepet játszik, hogy ő neki kell, hogy kijöjjön ebből ebből a helyzetből, ahol ő itten önmagában itten fekszik, és ilyen határozatlan, és nem tudja, hogy mit évül legyen. És határozatlan, itt abszolút nem tudja, hogy milyen irányba is menjen itten, szóval ebbe biztos vagyok, hogy neki is kell itt, hogy valamit változtasson. De ez a hét úgy gondolom, hogy nagyon nagy lendületet fog hozni. Szóval remélem, hogy látjátok így a kártyákat, jó? Akkor úgy látom, hogy te vagy neki az a nagy ője, aki tényleg, akiről ő példát tud venni, mert én úgy gondolom, hogy példát tud venni, igen, azért, mert így, igen. Azért tud példát venni, hogy szerintem, hogy azért, mert te már előbb vagy, mint ő. Biztos vagyok benne. Hogy te már előbb vagy, mint ő. Ez játszik egy nagyon nagy szerepet. Hogy te már előbb vagy, mint ő. És te vagy neki a napsütése, azt is lássuk, hogy te vagy neki a napsütése, te annyira ragyogsz, olyan jó, pozitív az energiád, csak önnála egy a dolog, hogy ő fél a sérelmektől, szerintem ez játszik egy szerepet, és azért ilyen lassan, de jönni fog, mondja neked, hogy vannak érzései, mit érez irántad, és azt látom, hogy te nagyon nézz, az apró energia, ez még nem a király, és azt is látom itt, hogy hát ilyen, az akasztott ember tudja ő már, hogy mi meg hogy, de nem tud itten még lépni, mert még nagyon kapaszkodik ebben a régibe úgy. De az univerzum, tudjátok, hogy mit akar? Az univerzum azt akarja, hogy manifestálja a dolgokat, és hogy ő legyen a győztes azért, mert ő megérdemli ezt az egészet, én úgy gondolom. És ezért beindít ilyen folyamatokat itten per pillanat, én úgy látom, és méghozzá az égiek a fő papnő, ez lehet, hogy téged is szimbolizál, vagy őtet is, hogy őnek is egy ilyen különös, ez a fő papnő ilyen energiája van,
kap így az égiektől, lehet, hogy a teli holdon ezek az energiák lejönnek, hogy le tudja ezt tisztázni veled, méghozzá elsőbb elkezdi, mint apród, utána, mint király, hogy kimondja tényleg azt, amit akarna, és méghozzá szenvedélyesen, tudod, ez úgy feljön benne egy nagyon nagy lendülettel, és erőt vesz magán, és ezt elmondja neked, biztos vagyok benne, és megadódik rá erre ezen a héten az esély. És nem csak, hogy megadódik rá az esély, ő meg is teszi, a botok királya úgy gondolom, hogy ő meg is fogja ezt tenni, mert ő szeretne veled tényleg egyensúlyba jönni, és szeretne tényleg, a főpap, azt tudod, mit jelenti az univerzumot valójában. Az ő vágyai, nézd, a család, egy család, hogy ő egy családba jöjjön veled, az ő vágyai, te vagy neki a régi szerelme, ezt is tudjuk, te vagy neki a régi szerelme, és gyorsan, nagyon gyorsan fognak most a dolgok bejönni, és tudod, hogy mi? Itt van, hogy téged, te is le fogod veled tisztázni, hogy készen álltok, és ez egy olyan sorsdöntő hét lesz, hogy ezzel tényleg nem számoltatok. Egybe lesztek vezetve, nézd csak, egybe lesztek vezetve, még egy kártya hiányzik, egybe lesztek vezetve, hiába lépett ő le, hiába lépett le, vagy hiába harcol magával, te vagy neki itt, és itt az univerzum kijött itt közöttetek. Szóval egybe lesztek ezen a héten vezetve. Most nézzük meg, hogy miért, milyenek az energiák, nézzük csak. Hát, hol van a többi cédulám? Szóval, egybe lesztek vezetve, miért? Hát, elmondom nektek. No, 23-án lesz a Vénusz, az egy nagyon erős nap. Szóval, 23-án tudjátok, mi lesz a Vénusz konjunkciumban van a Jupiter, a Vénusz a bikába konjunkción a Jupiterrel, és szextil a Neptunnal a halakban. De ez meg teli hold a nyilasban. És ez egy nagyon erős energia. És ez azt jelenti, hogy minden, ami fontos, és ez még 10 milliószoros nap is, meg teli hold is. Hát azt mondom, hogy ez egy olyan nagyon erős energia. Akkor van még itt a teli hold. Itt a teli hold játszik egy nagyon nagy szerepet. 23-án. És akkor 25-én pedig a Vénusz nap. És ez pedig a Vénusz a zikrekbe, trigón a Plutóval a vízöntőbe. És én azt látom, ez játszik itt egy szerepet, és itt is készítek nektek rituálét. És én azt látom itten, hogy 26-án pedig portál nap van. 26-án egy portál energetikus nap van. Hát és itt is segítek nektek, kísérlek benneteket energetikailag, hogyha ez titeket persze érdekel. Nagyon sok szeretettel jelentkezzetek, megtaláljátok a weboldalamon mindent, és akkor 30-án lesz még persze egy portálnap. Na akkor nézzük meg az egyes napokat, hogy mit kell, hogy tudjatok ezen az egyes napokon, mi is jön be. Hát most itt szintén egy taró kártyát fogok használni, nézzük csak. 20-a, 21-e, 22-e, 23-a, 24-e, 25, 26, 2, 4, 6, 7, igen. És ez a, na ez a hét nagyon spontán lesz, szóval legyetek spontánok. Szóval rugékonyak, minden várhat rátok. Hétfőn úgy látom, hogy hát lehet egy kicsit ilyen áldozatként érzitek magatokat 20-án, de nem jó lesz minden, szerintem úgy alakul minden, hogy
azon a helyen leszel, ahol lenned kell. Szóval ne legyetek elkeseredve. Akkor 21-én itt van, a függőség játszik egy szerepet. Érzelmi függőség lehet, vagy bármi. És ennek kell, hogy itt összedőljön, minden valami függőségnek, hogy összedőljön, hogy úgy gondolom, hogy lassan-lassan, de kell itt valami változás, és én úgy gondolom, hogy te vagy az érmék királynője, és én úgy látom az érmék királynője és a 10 kelyhek, valamint itt van az igazságosság, itt van az igazságosság, és össze lesztek itten vezetve. Szóval, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a te, neked a javadra váljon. Szerda 22-én. Ajaj, hát én úgy látom, hogy nagyon nagy lendület is lesz, méghozzá én úgy látom, hogy valaki ad neked egy nagy bókot, és a király és a királynő, ha, méghozzá a kelyhek királynő, vagy a te kelyhed királya ad neked egy bókot, és akkor te úgy érzed magad, hogy te vagy a királynő. Szóval 20, 21, 22, 23-a. Na, ez az a nagy teli hold, ez az a nagy akció. Ujjjjjj, nézd, most itten teljesen ki leszel készülve, lehet, hogy ő is ki lesz készülve, de azt kell, hogy elérjed, hogy te legyél az uralkodó nő, hogy uralda a helyzetet, és akkor a főpap segít itten, hogy tovább fejlődjenek a dolgok. Akkor a 24-én ilyen határozatlan érzed magad, lehet, hogy tényleg ez a nyilas telihold még játszik egy szerepet a tudattalattidba, lehet, hogy olyan döntésképtelennek érzed magad, vagy úgy nem látod úgy hosszú téren, hogy hogy is alakul ez a pénteki nap. Na most akkor szombatot nézzük csak meg, hogy itt is elég határozatlan vagy, nem tudod, hogy mit évű legyél, de hosszú téren kell, hogy tervezd, ne ilyen röviden. És akkor majd jön ő is, letisztázza veled a dolgokat. Ő le fogjátok ezt tökéletesen tisztázni ezen a héten. Én azt látom, még itten játszik egy szerepet, a vasárnap, szóval az pedig szintén egy hát nem portálnap, nem, várjál csak, mit is mondtam nektek. Hát vasárnap, várjatok, 26-a, de akkor portálnap lesz, és akkor itt ilyen valami szomorúság, ha feljön, akkor ne felejtsd el az értékedet, hogy mi is neked az értéked, mit is kell, hogy tudjál, hogy mindig azt mondjad, igen, megérdemlem, ez a lényeg, hogy ezt így megtaláljátok úgy magatokba. Hát remélem, ez tetszett nektek, ha tetszett, akkor örülök, kommentoljátok ezt a videót, sok szeretettel búcsúzok tőletek is, legyetek legközelebb is, szintén tartsatok velem. Köszi nektek, puszi, sziasztok!